Még 15-öt utána, és azóta is folyamatosan. Szóval... És nem pszichiáter, az más, milyen műfaj. Igen? Az ilyen gyógyszereket felír, és akkor azt mondja, hogy adok egy sárgát, és jó van. Lehet, hogy azt kéne nekem is, mert hogy... Szóval azt mondták, hogy én azért vagyok most rosszul, mert átléptem a komfortzónámat. Ez elég nehéz szó. És szóval, hogy én nagyon jól éreztem magam, meg el voltam a falumba, a földemen dolgoztam, és akkor egyszer csak rám talált egy televízió, és akkor elrángattak a Budapestbe, és akkor fölmászattak egy nagy létrán, és hogy én győzzem le magam. És akkor, hát így. De most ettől jól van, vagy rosszul? Hát rossz. De megcsinálta, vagy megcsinálta? Hát megcsinálta, de miért csináltam? Ezt kéne nekem megválaszolni? Hát, hát hogy igen. Hát, úristen, nekem eszembe jutott, hogy mit nem mertem megcsinálni mondjuk azokon a borzalmas tornaórákon, amik voltak az iskolában. Na jó, ez nem tornaóra volt, itt föl hogy kellett hívták, mászni. Az bordás van, atya, úristen. Bordás. Bordás. Igen. Az ott falun is volt? Hát, igen, volt. Nem a de én ott a második foknál nem jutottam soha tovább. De ha én föl tudtam volna oda menni, akkor én büszke lennék. Akkor, hát, akkor mondjuk azt, hogy legyőztük a komfortzónát. Most ezt mondták magának? Hát azt mondták, igen. Csak, de nem. Inkább rosszul lett. Hát nem örülök neki. Jobb nekem otthon a földem. Bár kaptam egy csomó pénzt ért, de azt nem is tudtam, hogy ilyen mászás, ilyen sok pénzt lehet kapni. Hát én nem tudom. Hát beszélgessünk még jövő héten is, jó? Jó. Vagy hogy hívtam, Balázs? Nem, igen. Balázs Bárnak szoktak ott a mi nálunk a kocsmába hívni engem. Á, jó, azért. Akkora korkülönbség nincs köztünk, hogy én bácsinak szólítsam, de meglátjuk. Nem csak hanem csak úgy a nagyon hát kedves Balázs, tehát én úgy látom, hogy most nehezen tudja eldönteni, ugye? Most valamilyen döntését, ami magának kényelmes, vagy ami jó. Igen. Hogy ott maradjon-e ott, ami jó, vagy ne? Hát igen, én azt hiszem maradok. Megpróbálok. Máskor megpróbál ragaszkodni ahhoz, ami magának jó? Hát nem, hogy máskor mindig. Igen? Hát miért kezdenék én valami olyasmit, ami nem jó? Hát ezt se tudom, hogy miért csináltam meg. Lehet, hogy az a sok pénz, az a pénz butított meg, az nem fűtett, az lehet. Az lehet. Azért jöjjön össze legközelebb is, jöjjön ide, meséljen majd, jó? Úgy látom, hogy olyan nagyon rend nincs magában még. Hát hogy ne lenne? Hát én meg tudom a munka nyerét fogni, azt tudom csinálni. Hát hogy ne lenne rend? Olyan rend van az én falumban, meg az én birtokomon, hogy annak a rendje, így lédába áll minden, meg így lédába. Akkor, ha szüksége van, nem találom meg. Jó? Megkeresem, most elmegyek a falumba. Minden kicsit jobb színe lett minden esetre, hogy ezt elmesélte. Gondolta? Nagyon szürke volt, mikor jött. Igen. Most már piros vagy? Hát nem, most olyan emberfajta színe van már. Na. Hát, nem izgulj. És még pszichológust is látok. Hát ez az... se olyan borzasztó. Ez a... Hát nem borzasztó, de az érdekes volt. Na. Egészségedre, Baláska. Balázs most otthon van, ismét. Nem csak hogy a földjén, hanem ott van a házikójában. Bezony. Hazajött? Hazajött Balázska. Megérkezett a csekk. Elment a bankba. Megkapta a lovettát. Mennyi ez? Azért elég tisztességes darab, nem? Jaj. Jó számolni. Jó.
szára állni, hogy azt mondja, hogy... Na, ki az? Te? Tessék! Neked is? Ó, Istenem! Jaj. Emmán csak ilyen. Jaj, Balázs, én annyira szégyellem magam, de... Miért? Mert fáj a derekad? Ne szégyed, lenyém is fáj! Nem, Balázs, csak amúgy. Mi van? Hát tudod, a Jóskám már 2 hónapja gipszbe van. Hát... Hát te... Ráesett a fal. Ja. Persze, ráesett a fa, nem kellett volna alá állni, amikor fűrészeli az ember. Ugye erre mondás is van, hogy maga alatt fűrészeli a fát. Nem kellett volna, de... Nem kellett volna, bizony. Meg a pálinka se, na mindegy. Isztok ki eleget, Balázskám, úgyhogy mindannyian. Én olyan sokat azért... Na, érzed, hogy úgy? Nem, én csak azért jöttem, mert Balázs... Miért? Egészségedre. Egészségedre, hogy meg kéne vegyem a tüzelőt. Meg kéne... Ha vedd meg! Balázs, baj van, mert Jóska, hogy kiesed, nem megy. 50 000 forint, nem... Nem? Mi? Adjam már kölcsön nekem 50 000-et. Most szerepeltél a tévében. Tudom, hogy nem... Tudom, hogy nem, neked is kell, meg minden tavasszal. Figyelj, te hidd el nekem, hogy vissza fogom neked adni. Tényleg nem tudom előbb visszaadni, mert a Jóskának most kiesett 2 hónap. Hát de... nem, ráesett a fa, nem ő esett ki, hanem a fa esett rá. Jó, rá, igen. De hogy adjál már kölcsön 50 000-et. Hát... És akkor mennyit adsz vissza? Hogy mennyit adok vissza? Hát, ha adok 50 000-et, akkor mennyi lesz az, amit visszaadsz? Balázs, most ezt komolyan kérdezed. Hát, hogy a fenében? Hát, bemegy a bankba... Hát, de nem a bankba mentem, nem véletlenül, nem a bankba mentem. Hát nem a bankba, hanem hozzám jöttél. Hát, na de én vagyok a bank, vagy mi? Nem értem. Hát azért, mert én szerepeltem, azért az nem úgy van, hogy... Ó, Balázs, most ez, én értem, meg kellemetlen is idejönni, meg mindig kellemetlen pénzt kérni, de... Hát, már... nem kellemes. Nem bizony. Kellemes, de te is kértél már tőlünk kölcsön, az anyám még hányszor segítettek rajtad, amikor megszorultál, amikor beteg volt a feleséged, hát édesanyád... Hát az akkor volt, amikor megszorultam, igen. Most én is megszorultam, és te vagy az egyedül ember, aki az el tudok jönni, segítséget kérni, Balázs. Más, meg kell próbálni mástól. A kicsiből is adtunk, de a sokból egy 50 000 forintot, mikor én is kértem már kölcsön, időre visszaadtam neked a pénzt. Vissza. Hát egy kicsit később, ugyan, de... 2 héttel később. Na, hát a 2 hét, az 2 hét. Az bizony 14 nap, ott nincs mese. Balázs. A 2 hét alatt az én palántáim nagyot tudnak nőni. Balázs, mikor leégett a csűröd, az egész falut összetrombitáltuk, ott dolgoztunk neked hetekig, fölhúztuk a csűrödet, azért van a csűröd. Hát nem csűröm, csavarom a dolgokat, de azért ez nem azt jelenti, hogy nekem adjuk. Nem adsz pénzt. Nem adsz? Hát, adnék én, de nem adok. Nem adsz. Mondom, adnék, de... Tehát... Abból élsz, Balázs, abból élsz, ami
amit mi veszünk tőled, abból élsz. Hát abból, persze. Abból élsz. Benne, de én azért dolgozok. De mi nem dolgozunk? Na, de hát én is dolgozok azért, hogy el tudjam nektek adni azt, amit ti megvesztek tőlem, amiért én megdolgozom. Én meg nem adtam. Már azért, mert ugye el volt határozva arra, hogy akkor a komfortzóna az az, hogy mindig az legyen, ami kényelmes. Jaj, mindig ez a komfort. Hát ebben maradtunk legutóbb. Hát legutóbb ebben maradtunk, de azóta... Na jó, hát nem. Én úgy vagyok ezzel, hogy annak adok kölcsön, aki nekem szimpatikus. De nekem nem szimpatikus, akinek kölcsön kell adni. Hát, nincsen rá figyelmi, csak gondolkoztam. Hogy miért hát, volt ez? Mi? Ez a visszautasítás. Hát nem volt ez visszautasítás, csak nem adtam. Hát ilyen egyszerű. Hát azért, mert nem szeretem, hogyha úgy ki kell nekem hurcolkodni az életemről. Na, és hogyha valakinek oda kell, hát nem, na. Igen, hát ez egy valóban egy ilyen pszichológiai... Mi? Ja, igen, az. Tulajdonképpen van építve az embernek a lelki világába, vagy az embernek a személyiségébe, minden egyes ember személyiségébe, mindenkiébe. Hogyha valamit eldöntöttünk, valamit valahogy csináltunk, bármit, akkor utólag jóba akarunk lenni magunkkal. Nem, miért veszekednék magunkkal? És akkor elkezdünk gyártani ilyen akár létező, vagy nem létező elméleteket. Hogy miért pont azt a kocsit vettük meg? Nem, kocsit nem vettem. Miért pont azt a palántát vettük meg Balázs bácsitól? Hát, hát miért nem mentünk el a plázába? Ott is lehet kapni fele annyi. Na jó, de hát azért az különbség. Ugye? Akkor aki oda megy, azt magyarázza, hogy azért jó, mert olcsó. Magától vesz, akkor meg azt mondja, hogy azért jó, mert jó. Úgy tovább van. Úgy van. Azért jó, mert jó. Na, én meg azt gondolom, hogy azért nem adtam kölcsön, mert az nekem jó. Oké. És most így utólag, eltelt 3-4 nap, vagy mennyi, mikor történt ez? Hát, most már több mint egy hete. Ez azóta is vajultam rajt. Akkor mégse olyan jó? Mi? Hát ez a döntés. Hát mondtam már. Ugye nyilván most már nem lehet átmenni a baloldali szomszédhoz, hogy... Hát nem. Az biztos. Tudja mit? Mégiscsak adom. Azt már nem lehet. Azt nem. Azt nem, de nem is akarok adni. Na jó. Akkor... És mégis ott kell élni a faluban, vagy nem maradok? Az a helyzet, hogy elmegyek a nagyfaluba, Budapestre. Hoppá, hosszasabb? Hát, hosszasabb, a birtokot azt eladom, mert ott van a jányom. Az anyjától már rég elváltam, az anyja meghalt, Isten nyugtassa, és
ott van 17 éves a lány, egyedül lakik abba a böhöm nagy városba, afele tudja, mi lehet vele, úgyhogy vigyáznunk kell rá. Hát akkor itt nem csak kicsi kis léptekkel döngölik a komfortzónáját, hanem itt annyi változás lesz, hogy ember, aki... Hát nem lesz olyan nagy változás. Ja, nem. Hát eladom a biztokot. Ja, csak ennyi. Ja, annyi. Feljön a nagyvárosba, ja. És az eddig nem együttélésből, most egy együttélés lesz a lányjal. Tehát hát, csak ezek a... Hát ezek mi más lehet? Na jó, megyek is. Oké. Minden jó. Hát én is csak ezt kívánhatom. Köszönöm, nekem is csak ez kell. Minden jó. Közben jövök egy kicsit, hogy gondolkozzunk együtt, hogy az is előfordul, hogy akkor derül ki, hogy valami igen erősen feszegeti a mi komfortzónánkat, amikor már megtörténik egy támadás. Tehát lehet, hogy nem éjjel-nappal gondolkodunk azon, hogy most nekem milyen témában hol van az a határ, igaz? Tehát, hogy nem biztos, hogy állandóan foglalkozunk ezzel. De én arra kérek mindenkit, hogy egy kicsit gondolkozzatok, hogy mik azok a dolgok, amihez tényleg nagyon kéne ragaszkodni. Hogy mi az úgy személyesen, és lehet, hogy mindenkinek nagyon is más, mint ahogyan viselkedünk. Tehát, hogy mi az, amiből nem szeretnék én engedni. Egyszerűen nem. És mi az, amiből engedek, ha megfenyegetnek, megzsarolnak, pénzt ígérnek, vagy a másik ember kedvéért, vagy a hírnév kedvéért, vagy az előrejutás kedvéért. Tehát, hogy mik azok a dolgok, amikor mégiscsak olyat válasz, ami közben meg nem is biztos, hogy jól esik. Tehát én is gondolkoztam, hogy én például szerintem a világ legkényelmesebb embere vagyok, tehát én azért nagyon meggondolom azt, hogy mit vállaljak a kényelmem ellenében.